Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim, és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És külön megtiszteltetés számomra az, hogy ma Budapesten az összes színházban és koncertteremben a legnívósabb és színvonalasabb előadások közül ezt a mait, az ittenit választották. Köszönöm szépen a zenekarnak is, hogy szólistájuknak felkértek. A színpadon fogadják szeretettel budapesti vonósokat. A mai hangversenyünknek azt a címet is adhattuk volna, hogy komolyat, vidáman, műfai határok nélkül. Elég sok meglepetéssel készültünk, mindent egy picit, nem minden, de sok mindent egy picit két másképpen fogunk játszani, mint ahogy a következő számot is, mely Rimszkij-Korszakovnak a klasszikus dongója, egy picit más köntösben fogják ma hallani. Nem kérek önöktől semmi más, csak azt, hogy érezzék jó magukat, önfelett estét, és jó szórakozást kívánok! Thank you.
Köszönöm szépen. Utána romantikus bécsi hangulat után most pedig utazunk egy kicsit át Párizsba, és hallgassuk meg Edith Piaf vallomását az igazi beteljesült szerelemről. A szám címe Lavinia Rose, rózsaszínű élet. Fénylik a sötét, az arcon átsuhant a mosoly, ém egy tiszta igaz kép rólad, ki hozzám tartozó. Két karod, ha átölel, az én karom fele, és rózsaszín az élet, és az egyszerű szavak, szerelmes kis szavak, mint egybehangzó élet. Édes dallam jár ma át, eztán a boldogság, s azt is tudom, mit ér. A súgot szeretsz, és ez nem szeszély. Más is mond ilyet, de ez jót ígér. És az egyszerű szavak már el sem hozzanak, ha csend beszél. És jöttek újabb éjszakák, minden perc egy újabb boldogság. A gond, a bánat mind elszállt, örömmé változtattad át. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont j'ai connu la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jurée. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Mon cœur qui köszönöm szépen! Kedves közönség, a következő szám előtt engedjenek meg egy apró kis rövid történetet a gyerekkoromból. Ugyanis az édesapám volt az első hegedű tanárom a legmeghatározóbb szakmai téren. Az is maradt, ami csak velünk volt élete során, még felnőtt korunkban is mindig ellátott bennünket sok-sok tanáccsal a hangszerrel kapcsolatban. És amikor kicsik voltunk, és azért beszélek többes számban, mert ugye három testvére van, mindenki zenész lett. És amikor kicsik voltunk, és vitt minket az apu versenyekre, meg koncertekre, hát persze nagyon izgultunk, és mondta útközben, miközben fogta a kezünket, hogy most ne beszélgessünk, hanem énekeld el magadban azt, amit majd játszani fogsz, mert akkor biztos, hogy nem lesz memória zavarod.
És ültünk szépen csendben egymás mellett a villamoson, és én dúdolgattam magamban a hegedűversenyt, amit fogok játszani. És aztán ez szokásommá is vált, és mindig dudoráztam magamban az előadandó számokat. És innen jött az ötlet, hogy ma úgyis olyan különleges este van, hogy most egy Bach hegedűversenyt fognak hallani, az Ámó koncertónak az első tételét, de nem hegedűn, hanem énekhangon. Köszönöm szépen. Most már utólag elárulom, hogy ma csináltam életemben először ilyet. Nem mertem előbb mondani, nehogy azt mondják, nehogy azt gondolják közben, hogy hát ez hallatszik is. Kedves közönség, hogyha visszapörgetem, hogy idáig milyen szerzőktől játszottam műveket, most már volt orosz, volt amerikai, volt osztrák, volt német,
Épp itt az ideje, hogy magyar szerző szerzeményei is fölcsendüljenek, következik Bartók Bélától a román népi táncok. Thank you.
Kedves közönség, most pedig egy olyan zenemű következik, amit akárhányszor hallok, vagy akárhányszor játszom, mindig hatalmába kerít egy olyan érzés, amit nem tudok jól megfogalmazni. Próbáltam már sokszor elmagyarázni, hogy mi lehet ez, de talán azért nem sikerült, mert az életben az igazán nagy dolgok és a legszebb dolgokra nincsenek elég jó szavak. És biztos vagyok benne, hogy önök érteni fogják, amit szeretnék mondani, mert ezt azok az emberek tudják pontosan és érzik, akik itt születtek és itt élnek a Kárpát-medencében. Következik Este a székelyeknél. És most pedig egy egész más temperamentum és vérmérséklet következik. Elutazunk Dél-Amerikába. Következik két világhírű tangó. Az első a Nő illata, a második pedig Astor Piazzolla libertangója.